Önkéntes munkára várja a fiatalokat a Pécsi Egyházmegye. Például a Szent Lőrinci gondozó otthonban végezhetik a tevékenységüket a fiatalok, segítve az időseket. Gondozó otthonban, a Szent Lőrinc gondozó otthonban a fiatalok nyilván nem szakápolói, nem olyan feladatot látnak el, ami már szakképzettséget igényelne, hanem az idősekkel való beszélgetés, kísérése az időseknek, bevásárlásba segítés, vagy akár adminisztratív feladatokba, tehát nyilván olyan, ami a személyes beszélgetés kapcsán előjön, hogy ő milyen feladatot tudna ellátni. Cserébe jogosítványhoz vagy nyelvvizsgához segíti hozzá a fiatalokat. Ingyen vehetnek részt ugyanis a tanfolyamokon, nem kell fizetniük. Egy autós iskolával szerződésben a jogosítványhoz való hozzájutásnak a feltételeit ugye mi biztosítjuk. Hát reméljük a sikeres vizsgáig egészen. Vagy ha úgy döntenek, akkor a nyelvvizsga, ami ugye a továbbtanulásban, a felsőfokú tanulásban nagyon fontos, hogy meglegyen a diplomához jutáshoz. Olyan 18-22 éves fiatalok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek sem tanulói jogviszonnyal, sem munkaviszonnyal. De jelentkezhetnek azok is, akik éppen halasztják felsőoktatási tanulmányaikat. A programban résztvevők minimum 6, maximum 12 hónapig vállalják az önkéntes szolgálatot, napi 4 órában. Januártól indítanák az első csoportot. A program 3 évig tart, addig lehet folyamatosan jelentkezni a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referatúráján.